Az Ukrajnának nyújtott amerikai és európai katonai támogatással indokolta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ukrán civil infrastruktúra elleni orosz támadásokat. A politikus az AP hírügynökség riporterének kérdésére állt elő a magyarázattal egy csütörtöki sajtótájékoztatót. Azokat az energetikai létesítményeket tesszük működésképtelenné, amelyek segítségével a nyugat halálos fegyverekkel önti el Ukrajnát, hogy oroszokat öljenek velük. Úgyhogy nem mondják, hogy az USA és a NATO nem avatkozott be a háborúba. Közvetlen részesei a háborúnak a fegyverszállítmányok és a katonák kiképzése miatt, mondta Lavrov. Szerdán a NATO bukaresti csúcs találkozóján a tagállamok külügyminiszterei újra kinyilvánították, hogy fontosnak tartják Ukrajna katonai támogatását. Ezúttal főleg a fejlett légvédelmi rendszerek átadásáról esett szó.